nekem boldogságot jelent már az is, hogy ők ezeket, mondjuk egy pár fotót visszanéznek 4-5 év után, és ugyanazt a boldog pillanatokat idézik majd. Az, hogy Gyöngyösi Zsolt párokat vagy portrékat fotózzon, hivatásszerűen még odébb van. A második Géza gimnázium tanulójának, bár tehetsége vitathatatlan, saját bevallása szerint is még sok mindent meg kell tanulnia a fényképezés rejtelmeiből. A fényképezőgép körülbelül 2 éve került a kezembe, akkor még csak hobbi szinten. Én nagyon sokat jártam a természetben, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne megörökíteni, hogy merre túrázok, és kezdetben hobbi szinten, illetve ugye mivel rengeteg barátom fotózik, ezért úgy gondoltam, hogy én is belekezdek, és teljesen amatőr szinten, mára pedig egy viszonylag elég jó szinten sikerült elérnem a képeimmel. Barátaim is mivel elkezdték, így húzzuk egymást lényegében, és így én is elkezdtem a fotózást. A barátok csoportot hoztak létre, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, és adott esetben bírálataikat is. A természetben leginkább az, hogyha valaki városban lakik, akkor egy kicsit ki tud vonulni, akkor az kikapcsolódás szempontjából mindenféleképpen jó. Illetve a természetnek vannak olyan szépségei, akár az élővilága, amit érdemes szerintem lencse végre kapni és megörökíteni. A természetben igazából a szépségeit keresem, tehát az állatvilágot, az élővilágát és minden olyan természeti elemet, leginkább az élővilágban, amit meg lehet örökíteni. A pillanat úgy gondolom, hogy amikor elkészül egy kép, akkor egy boldogságot ad, egy olyan boldogságot, ami nem sokszor élhet át az ember. Tehát nekem egy hatalmas boldogság az, hogyha elkészül egy képem, és ezt valahol viszont látom. Akár a tévében, egy újságcikkben, vagy bárhol. Mert hogy Zsolt képei már megjárták az országos televíziós csatornákat is. Többször voltak láthatóak az időjárás jelentések alatt. Lehetett beküldeni képeket, mai napig lehet beküldeni képeket az időjárás jelentéshez, és úgy gondoltam, hogy én is megpróbálkozok, és küldök be képet. Küldtem be, majd be is választották a képet, és utána ugye többször küldtem, és ezáltal kerültem kapcsolatba. A kedvenc témám fotózásban, ugyan én leginkább tájat fotózok, de portréfotózás, illetve a párfotózás. Nekem ez a kettő, ami nagyon kézen fekszik, és ezt nagyon szívesen csinálom, viszont természetesen ott van a természetfotózás is, amit nagyon szívesen csinálok. Az emberfotózás az egy picit másabb, mint a természetfotózás. Itt egy kicsit több élet van a képen. Leginkább a fotózás terén én a jövőben szakmában szeretnék elhelyezkedni, tehát azt szeretném, hogy a jövőben mint esküvőfotósként, illetve portréfotósként szeretnék elhelyezkedni, viszont kezdőként az ember úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot megragad, akár a természetfotózás, vagy akár városfotózásban, mindenhol próbálkozik az ember, hogy csak hogy fotózhasson.